A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jöstét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Fodor Ákos barátomat idézném, hogy ő azt mondja, hogy a jazz arab szó, flamand szó, japán, jiddis, joruba, nyenyet szó, magyar szó, és még az angol száz nyelvűek is értik, majd hozzáteszi, illetve kijavítja önmagát, hogy a jazz nem szó, mentalitás, annak átélt tudása, hogy a teremtés alapdallamai adottak és gyönyörűek, hibáikkal többek a tökéletesnél, és hogy minden emberi mű ezek variált ismételgetése, újra simogatása. Vendégem pedig Németh János, aki nem feltétlenül csak jazz zongorista, hanem egy olyan zongoraművész, aki nagyon-nagyon fontos nekünk. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Uh-huh. És hát nem titok, a Heinrich Schliemann életét dolgozta fel Matuzi János egy fantasztikus darabban, Keller János és Horváth János főszereplésével ismerhettük meg Trója felfedezését, Mükéné felfedezését. És hát ugyan mi már beszéltünk, de most meg kell, hogy ismételjük azt az életutat, hogy megismerjünk mindenestől, az alapjaitól, hiszen nagyon-nagyon fontos számunkra a kultúra itt Fehérváron, a zenekultúra nem különben, az albarégia szimfonikusoktól egészen mindenki, aki a bodajki hangszintérből meg ellátogat hozzánk, és hála Istennek ez gyakorta előfordul. No, annál is inkább, hiszen a hangszintér művészeti iskola tanszakvezetője, zongorai zeneelmélet tanárát is köszönhetjük benned, el fogunk jutni addig, hogy ez hogy is alakult. Viszont én arra a kisfiúra lennék kíváncsi, aki már 4 évesen zongorázott. Mert hogy ez egy óriási történet a tiéd, ilyen értelemben is. Igen, meglehetősen érdekes ez az élettörténet, mert autodidakta módon kezdtem el zongorázni, billentyűzni. Igazából a nagypapám egy zenekarban brácsázott, klarinétozott, cimbalmozott, és ő valamilyen szinten ilyen harmóniumon tudott otthon játszani, és akkor én őt hallottam először játszani, és hát mindig ott voltam mellette az oldalán, és akkor kértem, hogy mutogassa meg, hogy hogyan csinálja, hogyan játssz ezeket a dallamokat. Úgyhogy ez akkor indult, ez így 4 éves koromban ez az érdeklődés, de meglehetősen későn kezdtem el iskolában foglalkozni ezzel, aminek megvan a maga hátránya is, persze meg az előnye is. 15 éves koromban kezdtem el igazából a zeneiskolában zongorázni, tehát elég későn. Ugyanakkor hegedű viszont tanultál. Igen. A Hermannban. Miért váltottál hangszert? Igazából én mindig is zongorista szerettem volna lenni, csak akkoriban, amikor én jelentkeztem zongora szakra, alapfeltétel volt egy akusztikus hangszernek a megléte vagy megvétele ahhoz, hogy valaki zongorázhasson a Hermannban, és akkor mi nem is voltunk olyan anyagi helyzetben, meg nem is volt hozzá helyünk, hogy vásárolunk egy ilyen hangszert, akkoriban még a digitális hangszerek nem voltak olyan színvonalúak, hogy ezt elfogadják otthoni gyakorló hangszernek. Terem nem volt elegendő arra, hogy bejárjak gyakorolni, úgyhogy így azt kérdezték tőlem, hogy mi volna az a másik hangszer, amit szívesen megtanulnék, vagy elkezdenék, és mivel a másik nagyapám, pedig az apai nagyapám prímás volt egy zenekarban annó, ez körülbelül a 70-es évekbe lehetett, ezért sokat hallottam hegedülni, és úgy voltam vele, hogy a hegedű az egy nagyon szimpatikus hangszer számomra. Ugyanakkor az évezred veled kezdődött a hangszintérben, 2001-ben, ha úgy tetszik, és ott már a zongora szakú lett a tiéd. Így van, igen. Ez is érdekes, mert én ugye tanultam is a hangszintérben, még a Vattai utcában, ahol most egy parkolóhely fekszik, kezdtem el az alapfokú tanulmányaimat Rácz Rolandnál, aki szintén fehérvári illetőségű zongorista, jelenleg Kanadában él, és nagyon jó barátom a mai napig. Nála kezdtem el ezt a műfajt, egyből a jazzzel kezdtem, ő jelezte nekem, hogy jó lenne, hogyha klasszikus alapokat is rendbe tenném, úgyhogy
immáron gimnazista fejjel visszamentem a Herman László zeneiskolába, és Peresztegi Nagy Ági nénihez kerültem. Áginak nagyon sok mindenki sokat köszönhet nyilvánvaló. Akkor már bizonyos voltál abban, hiszen a tehetséged megvolt, a szorgalomad gyaníthatóan nem különben, hogy ez lesz a jövőd? Én ezt valahogy már gyerekkoromban eldöntöttem. Tehát ez számomra nem is volt kérdés. Bejártam egy pár varga betűt, de én tulajdonképpen nem tudom, hogy lehetséges ez, de én már 4 éves koromban elhatároztam, hogy én ezen az úton akarok menni. És kitaláltad, hogy már akkor már a műfaj is, már mint a későbbiekben 10 évesen már gondolkodtál rajta, hiszen ugye jazz-zongoristaként kezdted. Aztán jött a klasszikus, és utána pedig még jött a Lausmann Romhányi Áronnal. Gyakorlatilag néhány emberrel beszéltem, aki nála indult, hogy ilyenkorban már, és ezt mondta ő is, akkor eldől az ember sorsa. Igen. Szerintem gimnazista korban már mindenképpen. Gimnáziumban az ember már kellően céltudatos, vagy nem, vagy kellően szorgalmas, vagy nem, és a tehetség az meg már sokkal korábban kiütközik. Úgyhogy szerintem az nagyon mérvadó, hogy mit csinál az ember abban az időszakban. Voltak álmaid? Igen. Én akkor már, tehát hány éves voltam, 15 éves voltam, akkor már elhatároztam, hogy én ezt szeretném végezni, a jazz tanszéket, szeretnék jazz-zongorista lenni. Akkor nem gondoltam volna még egyébként, hogy pop színpadok és egyéb stílusok színpadain is meg fogok fordulni. Ez eleinte a kényszerűségből adódott, mert úgy éreztem, hogy sokrétűnek kell ahhoz lenni, hogy az ember ebből meg is tudjon valamilyen szinten élni. De aztán utána megkedveltem több műfajt is, és így utólag nem bánom, hogy nagyon sokféle műfajú zenei produkcióban megfordultam. A Kodolányi ebben segített a jazz tanszak, hiszen a főiskolán nagyon sok mindent lehet, és egy fantasztikus csapat jött össze abban az időszakban is, akik barátságok szövődtek, és ráadásul olyan mesterek voltak, még visszaemlékszem, hogy akik azt mondom, hogy le a kalappa, hát egy fantasztikus banda. Igen. A Kodolányi főiskola szerintem egy nagyon-nagyon lendületes, modern szemléletű intézményként indult, és nagyon-nagyon jó szakmai gárdával. Tényleg rengeteg barátság szövődött diákok részéről is, tanárok és diákok részéről is, tehát ez egy ilyen átjárható. Voltak olyan mestereid, akikre felnéztél? Abszolút, igen. Tulajdonképpen szinte mindenkitől tanultam ott valamit, mert vagy mondjuk Szendőfi Péter vagy Péli Barna volt zenekari gyakorlattanárom, és mindegyikőjük más szemszögből közelítette meg ugyanazt a témát, nyilván a saját szakmai szemszögükből, de a legnagyobb mesteremnek Szabó Dániel tekintem, tehát ő egy magasan kvalifikált, de rendkívül művelt és nagyon-nagyon érett zeneművész, de nagyon sokat tanultam Bacsó Kristóf hangszerelési óráin, Hámori Anó is tartott anó hangszerelés órákat, úgyhogy Birta Miklós jazzelmélettanárom volt, szinte mindenkitől tanultam valamit, ami nagyon-nagyon fontos volt. Ugyanakkor nagyon gyorsan átlépted azt a küszöböt, ami nem a hírnév felé, hanem az elismertség felé vezet, és ráadásul olyan csapatokban lehettél ott, akikre máig szívesen emlékezünk. Gondolok itt a Kovács Gergő, Potesz Balázs, Mics Marciról nem is beszélve, hiszen ez egy legendás időszak volt a fehérvári jazz életében is. Igen. Ahogy említetted is, barátságok szövődtek. Tulajdonképpen ez már a Lausmann Gyula Jazz középiskolában megkezdődött, mert Potesz Balázs, Kovács Gergő oda jártak, azt hiszem talán osztálytársaim vagy voltak, Mics Marci pedig ott tanított, úgyhogy ott elkezdtünk már együtt zenélni, muzsikálni, és ez a Kodolányi nem különben folytatódott, úgyhogy ez egy szerintem a mai napig tartó kapcsolat, és ha nem is mindig így együtt négyen, de külön-külön egymással nagyon-nagyon sokféle produkciókba hívjuk egymást, játszunk együtt. Én nagyon sokat dolgozom Potesz Balázzsal stúdiómunkák révén is, tehát vagy ő megkér, hogy billentyűzzek fel valamit, vagy én szólok neki, hogy fel kéne dobolni egy dalt, tehát hogy
itt olyan barátságok és szakmai kapcsolatok kötődtek, amik szerintem életünk végéig kitartanak. Mikor érezted először, hogy sokra hivatott vagy, hiszen rövidesen majd azért beszélünk a csodáról, legalábbis nekem a 10 éves csoda az idén, ugye ott nagyon is jól tudjuk, hogy miről beszélek. Na, melyik zenekarra gondolok szerinted? 10 éves zenekar. Vajon 10 éves lehet a Meech Jazz Band? Hát a Meech Jazz Band is 10 éves, de emellett azért van ennél egy olyan is, ami azt hiszem, hogy mindannyiunknak. Gimes együttes? A Gimes. Igen. Mondjuk a Gimes együttes egy kicsit most nehéz kérdés, mert hivatalosan egy létező zenekar. Igen, de az oda kerülésed az ugye 2013-ban volt, ami egy óriási áttörés, függetlenül attól, hogy értelemszerűen a Meech Jazz Banddel meg a többi csapattal is már játszottál, sőt, hát én azt gondolom, hogy a sok-sok kísérőként meg annyi sztárral. Igen. Igen, a Gimes együttesben tényleg 2013-ba kerültem be annó. Igazából hát maga a zenekar már nem játszik így együtt. Tamás és Gyula is külön útra léptek. Gyulának is van egy saját szerzői zenekara, Szarka Tamásnak is van egy saját szerzői zenekara. Jelenleg én már nem dolgozom velük, azt hiszem egy éve. De nagyon-nagyon fontos állomás volt az életemben, nagyon sokat tanultam. Velük játszottam életemben először például a Pap László Sportarénában 12 000 ember előtt, hatalmas kamerákkal. Úgyhogy, és zeneileg is nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek, hiszen ez egy népzenei behatással rendelkező, egy ilyen világzenei produkció, amiben ki tudtam teljesedni úgy, amilyen én vagyok, tehát a saját egyéniségemet bele tudtam vinni ezekbe a dalokba. Annál is inkább, hiszen nagyon sokat segíthetett, például ugye ott voltatok Milánóban a világkiállításon, Bozsi Kivettel, Szarka Tamással. Az egy olyan élmény ilyen értelemben, hogy azt mondjuk, hogy nincs feljebb, persze az út az hosszú eddig, de azt hiszem, hogy az egy megerősítést jelentett mindenképpen. Én nagyon szerencsésnek éreztem magam. Tulajdonképpen én voltam az első magyar jazzzongorista, aki élő koncertet adhatott Bogányi zongorán. És én persze nagyon sok negatív, pozitív kritika is illette ezt a hangszert, de személy szerint én nagyon élveztem a rajta való játékot. Számomra nagyon nagy élmény volt játszani. Néztem a képeket, hát önmagában a zongora is egy csoda. De akkor még rövid haj, rövidebb hajjal. Igen. Ugye? Az elegancia apostolaként egy olyan zongora mögött ülni és elkápráztatni a nézőket, hiszen ott volt a kettőség, a zongora, mint látvány, és maga a zene, amit oda vittetek, plusz Bozsi Kivett természetesen. Igen. Zseniális koreográfiát készített egyébként. Megerősítést adott neked a meg annyi elismerés és díj, hiszen itt volt a zongora tehetségkutató verseny még előtte 2011-ben, a folyamatos megkeresés. Erre vágyik egy fiatal, amikor elkezd egy hangszeren játszani? Igen, abszolút. Én ezt pozitív megerősítésnek éltem meg. Úgy ítéltem meg, hogy ez egy pozitív visszajelzés abban, hogy jó úton járok. Annyi változott bennem ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy most már próbálom jobban szűrni azt, hogy milyen produkcióban veszek részt, mi az az irány, amit szeretnék az elkövetkezendő időben diktálni magamnak, mert azt viszont tapasztaltam ebben az időszakban, hogy ugye nagyon sok szakmai siker, meg szakmai tapasztalat ért, viszont nagyon el is apróztam magam. És most már inkább abba az irányba törekszem, hogy olyan megkeresésekre mondjak igent, ahol jobban ki tudom domborítani, vagy jobban ki tudjam domborítani azt, aki igazából én vagyok a hangszeren. Kevésbé akarok most már a session zenélés irányába elmenni. Ez egy nagyon jó tapasztalat volt, de most már inkább ilyen jellegű dolgok érdekelnek. Igen, de ha még visszamegyünk az időben, az nyilvánvaló volt, hogy
hogyha valaki olyan zenészekkel játszhat együtt, itt most Szarka Tamást említem, hiszen a pályafutásod egy bizonyos részében azért bejártátok a világot, de mondjuk itthon, Budapesten Aldi Meolával, az egy csoda. Tehát mindig én arra gondolok, hogy ilyen értelemben ez olyan, mint egy világválogatottban szerepelni, és hogy valaki kimegy egy pályára, vagy ő magában pályát választ, akkor nyilván ez az álma, és ez az álom neked beteljesült folyamatosan. Hiszen a Magyar Rádió szimfonikus zenekara egyszerűen csoda volt ez a pillanat. De ezt hogy élted meg? Igazából, amikor az ember benne van egy ilyen helyzetben, akkor szerintem egy picit nem is tud rá igazából reagálni, vagy nem, fel sem tudja fogni. Soha nem gondoltam volna, amikor mondjuk beraktam egy Csíkkóra felvételt, vagy egy Aldi Meola felvételt, hogy én ezzel a kiváló világhírű, világszínvonalú gitárossal egyszer egy színpadon lehetek, és együtt muzsikálhatok vele. Ez egy nagyon nagy élmény volt. Tényleg hihetetlennek tűnt. Tehát, hogy akkor, amikor ez történt, akkor úgy fel sem tudtam fogni. Miután este hazaértem a koncertről, kiültem a teraszra elmérkedni, akkor kezdett úgy leülepedni ez az egész. Ez egy kicsit olyan, mint a Terence Hill-es, tehát a vele való találkozás Bud Spencer nélkül nyilván, és még jócskán a többi filmszerepe között azért ellátogatott, és az ilyen értelemben élmény. A szereplés mindenképpen. Igen, hát mindenképpen. Gyerekkorom ikonja volt tulajdonképpen, hát mint ahogy sokan Bud Spencer, Terence Hill filmeken nőttek fel, és még én is, pedig én már egy másik generáció vagyok, de ugye ezeket a filmeket újra örökzöldek, újra és újra játsszák, és megható pillanat volt az, amikor szemtől szemben Terence Hill kezet fog az emberrel, a szemébe néz. És egyébként meg is hívta a zenekarunkat, a Spencer Hill Magic Bandet, egy másik sajtóeseményen kapcsolatos látogatása során a Four Seasons-be vacsorázni, és kapok egy olyan telefont Krisztiántól, a Spencer Hill egyik gitárosától, Kiszeli Krisztiántól, hogy volna-e kedvem felmenni Terence Hill-el vacsorázni a Four Seasons-be. Hát erre nem nagyon lehet nemmel válaszolni szerintem. Így van. Beszéljünk a zeneszerzésről, méltatlan kevés szó esett eddig. Mikor érezted úgy, hogy mindenképpen meg kell próbálni magad? Mikor te jött ki az első gondolat, hogy ez egy fontos momentum lesz a következő létedben, nyilván a játék mellett? Ez meglehetősen korán. Tulajdonképpen 4-4,5 éves koromban, hát nem mondom, hogy írtam, mert akkor még azt hiszem nem tudtam kottát írni, de írtam az első kis szerzeményemet, kompozíciómat, ami nyilván meglehetősen kezdetleges volt, de én már akkor elhatároztam, hogy ez a dolog érdekel. Ugye a zeneszerzés mellett ott van a zenei producer éned. Ez miben van? Miben tartunk? Tulajdonképpen sajnos nem tudtam kellő mennyiségű energiát és időt fordítani erre a dologra, de azért kapok ilyen jellegű megkereséseket. Például Vörös Jankának csináltam tavaly egy dalt, ami egy teljesen a nulláról felépített dal, tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy egyetlen hangszer sincsen kitalálva, megírva, én találom ki azt, hogy milyen legyen a hangzás, a hangszerelés, a sound designing, órákat, napokat keresek, hangszíneket, feljátszom, és akkor itt szépen lassan felépült egy ilyen dal, aminek jelenleg most zajlik a feljátszása, pont az említett Potesz Balázs fog ezen a felvételen dobolni. Ez egy ilyen nagyobb, inkább munkaórára, meg szerintem szakmai színvonalra ez egy ilyen nagyobb kaliberű dal volt, amit készítettem. Sok olyan jellegű kisebb megkeresés érkezik hozzám, hogy mondjuk csak egy 100 zongorával valami ilyen alapot el kell készítenem, de érkezett olyan megkeresés, hogy valamilyen, tehát Egyesült Államokból lévő dobos, akivel még annó, most meg nem mondom, a Kongresszusi Központban
játszottunk egy gospel kórussal, és onnan ennek a kapcsolatnak a révén egy dobos megkeresett, hogy készítsek el egy reklámzenéhez valamilyen billentyű alapot, tehát hogy nagyon sokrétű megkeresés ér. Erre a vonalra majd jobban rá szeretnék még feküdni, több ilyen dologgal szeretnék foglalkozni. Tehát azért sok idő eltelt a pályakezdésed óta, kicsit beszéljünk az iskoláról, hiszen nagyon-nagyon fontos szerepet játszottok a jövő nemzedék felépítésében. Hol tart most a jazz oktatás? Hiszen esztendőről esztendőre változik, nyilván a népszerűsége néha nő, máskor csökken, tehát ezt nem tudjuk megállapítani, ugyanakkor a ti szerepetek elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar jazzben, hiszen azért Bodajk az egyik, a jazz egyik fővárosa bizonyos értelemben, hiszen meg belenézünk, hogy ki mindenki került ki onnét, és ki mindenki oktat, akkor jószerűen lefeditek helyjel közzel a magyar jazz életet. Igen, igen, én ezt abszolút nem nevezném túlzásnak. Most már én is azt hiszem 14 éve dolgozom a hangszíntérben. Ez alatt az időszak alatt, amire én rálátok, nagyon-nagyon sok jó zenész került ki tőlünk, akik aktív magyar előadó művészek. Én jó dolognak tartom azt is az iskolával kapcsolatban, hogy mi tulajdonképpen jazz zenészek tanítunk ott, de nem vagyunk ortodox jazz iskola, tehát nyitottak vagyunk más műfajokra is, és természetesen azért valamilyen szempontból megfertőzzük úgymond a jazz stílussal is az ott tanuló diákokat. Én fontos küldetésnek érzem azt a részét is, hogy nagyon jó zenészek kerülnek ki tőlünk, de egyébként maga a zenei nevelés és a kultúrához való hozzáállás az talán egy még sokkal fontosabb küldetés, hiszen akik közülünk kikerülnek és igazából aktív zenészek lesznek, az egy elenyésző százaléka annak a mennyiségű diáknak, aki oda jár. Viszont azt gondolom, hogy azoknak, akik oda járnak, körülbelül a 90%-a az, aki úgymond most idézőjelben rendes zenét hallgat, érdeklik a képzőművészeti kiállítások, érdekli egy kulturális esemény, tehát szerintem ez inkább egy kultúrmisszió elsősorban, mint az, hogy zenészképzés lenne, és természetesen persze, akit pedig erre alkalmas vagy tényleg megfelelő kvalitásokkal rendelkezik, ő meg természetesen zenész lesz. És hát nem csak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vagy a Bartók Konzervatórium ba kerülnek be diákjaink, hanem külföldre is. Tehát... Igen, hát nyitva az ajtó mindenki számára, én azt gondolom megfelelő képzés esetén, már pedig ez nálatok így van. Igen. Viszont, igen. Nagyon fontos kérdés, hogy ugye azt mondtad, hogy most már nagyon megválogatod, hogy hol lépsz fel és miként. Ennek még kifejezetten örülünk, hogy Matúz Jánosnak igent mondtál, mert ez egy fantasztikus darab. Én biztatom a nézőket is, hogyha még színre kerül, akkor nézzék meg, és nem csak Schliemann okán, hanem a ti teljesítményetek okán is Keller Jánossal. Beszéljünk a jövőképedről. Mire készülsz, ha már annak tükrében, hogy megválogatod a fellépéseid sorát? Igen, hát rövid távú cél az tényleg az, hogy olyan produkcióban vegyek részt, ahol leginkább én, Horváth János tudom megmutatni, amilyen én vagyok, az improvizációs hozzáállásom, az invencióim, ötleteim, a kreativitásom ki tudjon bontakozni abban, amit csinálok. És egyébként pont ez a Matúz János által írt darab, ez egy ilyen dolog volt, ez ennek a talán egyik fontos állomása, amilyen irányba szeretnék haladni. Majd lassan most már szerzői dolgokkal is szeretnék foglalkozni, van egy pár oktató anyag, kotta, kötet, saját etüdjeim, oktatóanyagaim készülnek, ezekre majd támogatásokat szeretnék adott esetben, vagy pályázni, támogatásokra szeretnék pályázni. Tehát most már inkább saját magam, a saját szerzőjénem, a saját habitusom, tehát igazából ez a cél, ebbe az irányba szeretnék menni. Nincs kétségem felőle, hogy így történik, ahogy Fodor Ákos fogalmaz, hogy az alázatos önérzet és
megszólaltatás mindenkor egyetlen és visszahozhatatlan ünnep, mindig ismerős és mindig hasonlíthatatlan öröm. Nos, én ehhez kívánok neked erőt, egészséget, mindent. Köszönöm. Olyat, ami azt hiszem, hogy egy zenész számára fontos, mert szeretik azt a zenét, amit te játszol, amit ti játszotok, szeretik azokat a diákokat, akiket felneveltek neked, nekünk, mindnyájunknak. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Horváth János volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.